Az egészen biztos, hogy 2020 emlékezetes év lesz, egyrészt a koronavírus járvány miatt. Másrészt viszont azért, mert ez az időszak annyira felforgatta mindennapi életünket, hogy valószínűleg nem csak idén, hanem a következő években is érezteti majd a hatását. A munkaerőpiacon például elindult egy átrendeződés, ami miatt egyes iparágak gyengültek, mások viszont erősödtek. A krízisek alapvetően mindent megváltoztatnak. Nem csak rossz dolgok jönnek ki ebből, hanem egészen jók is. Hiszen például óriási munkaerőhiány volt a gazdaságban, és mondjuk ez a krízis, ez mondjuk ezeket a problémákat most Elég jól kezelte. Éppen ezért az a, az a sokszerű helyzet. Hogy, hogy nincsen elegendő munkavállaló, ez most azért erősen megváltozott, csak egy átrendeződés figyelhető meg a piacon. Jelenleg a turizmus tűnik a válság legnagyobb vesztesének, hiszen amellett, hogy nyáron az utazási kedv is kisebb volt az előző évekhez képest, ősszel és tavasszal kényszerbezárásokkal is szembesültek az ágazat résztvevői. Az utazási korlátozások a világ lakosságának több mint 90%-át érintették, hangzott el egy a Széchenyi István Egyetemen tartott konferencián. Összességében viszont azok a vállalatok tudnak fennmaradni, akik képesek alkalmazkodni a megváltozott helyzethez is. Szükség van egyfajta rugalmasságra. Ezt minden előadónk elmondta, hogy nagyon-nagyon rugalmasnak kell lenni, alakulni kell, másrészt pedig szükség van a stabilitásra is, és ennek a két dolognak, Valahol meg kell találni a megfelelő egyensúlyát. És ezt a dolgot, ennek a rugalmasságnak és a stabilitásnak az egyensúlyát úgy hívják, hogy reziliencia. Amit nagyon-nagyon régóta használnak a biológiában, a pszichológiában, de a gazdaság csak most kezdi felismerni. Hogy valahogy úgy kéne valami állandó dolgot produkálni, hogy közben mégis tudjunk változni. Viszont a változások között meg kéne őrizni az állandóságot és a legfőbb értékeknek a stabilitását. Ez azért is lényeges, mert a vezetői dilemmák is megváltoztak, a hagyományos eszköztár pedig szinte egyik pillanatról a másikra avult el, és új megoldásokra volt, és valószínűleg még lesz is szükség a gazdaságban.